Szóval az úgy volt, hogy kimentem felásni a konyhakertet, és ahol a hagymácskák voltak elültetve, hát azt nyilván a múltkor, tavaly szépen kiszedtem, de úgy látszik, hogy nem mindet, és megmutatom, mi lett belőle. Most születeltem. Hát nem csodálatos? Amikor azt hiszed, hogy még semmi nincsen, akkor még a kert megajándékoz valami fantasztikus, csodálatos terménnyel. Megbecsüljük. Holnapra is marad. Hát a tavalyi hagyma nevelő szezont azzal zártam, hogy inkább megmutatom, hogy mi a termés. Hát ezek a csodálatos példányok itt. Származási hely Hollandia. Hát elvileg ők értenek a hagymához. Tulipánban legalábbis jók. Na, meglátjuk. Tavaly piszkosul elvert a jégeső a termést. Remélem, hogy idén lesz mit betakarítani. Megkeresem a legnagyobbat. Megvan. Mutatom. Szóval lehet, hogy a hollandok értenek a hagymához, de lehet, hogy én nem. Vagy csak a földdel volt valami probléma. Igaz, hogy talán ez a termés még mindig jobb, mint a tavalyi, amikor a jégverés abszolút hazavágta az egészet. És nagyjából dughagymákat szedtem ki, ugyanakkorákat. De ha jobban meggondolom, akkor ez a mostani sem különb a tavalyitól. Lehet, hogy jobban járnék, ha elmennék a bevásárlóközpontba, és ott én tudod, ilyen szép nagyokat vásárolnék. Hát azért mégiscsak a saját az igazi. Egyébként megkóstoltam. Tényleg finom. Mivel azt mondtam, hogy ezt nem fogom megpucolni, bár szívesen megettem volna, így ez most kiváló dukhagymaként, másod dukhagymaként szolgál. Azért nem bízom a véletlenre a helyzetemet. Van frissen vásárolt dukhagyma is. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a szezon. Frankó dolog ez a kertészkedés, de a legjobb az, amikor van eredmény is, úgyhogy kíváncsian várom. Nézzük meg a gyíkocskát, hát ha megjött az étvágya így vacsorára.
elégedetnek tűnik. Na hát ezekkel a képsorokkal búcsúzom, most már nekem is megjött az étvágyam, így estére. Szia! Ha már úgy kiderült a múltkor, hogy micsoda hagyma rajongó vagyok, akkor meg kell említenem, hogy évek óta, és azok után, hogy én itt fölástam már ezt a szekciót, újra és újra kinő a metélő hagyma. Úgyhogy így most mi van? Még április van. Tehát elvileg még nem lenne metélő hagyma, legalábbis itt kint nem, de nekem már van. És ezt most ma a mai vacsoránál különösen ki fogom élvezni. Ennyi? Elég lesz? Meglátjuk. Szerintem még marad ebből bőven holnapra is. Olyan egyszerű vacsora van. Egyszer, tehát ez a legjobb, amikor egyszerű valami. Szóval itt a frissen szüretelt hagymám. Élni érdemes.